ECHO alapjával szemben is érvényesíthető. A magánszemély ugyanazon befizetésére tekintettel csak egyszer döntése szerinti jövedelem adóalapját csökkentheti. A társasági adóalap az alap részére támogatásként befizetett összeg a vállalkozás érdekében elismert költségnek minősül a jövőben. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatály alá tartozó egyéni vállalkozóknál, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozásoknál nem képzi az EVA alapját az alapba befizetett összeg az arról szóló igazolás alapján. Az előzőken túlmenően a javaslat lehetőséget kínál a magánszemélyek számára arra, hogy a személy jövedelemadó meghatározott részének az alapba történő utalásáról rendelkezzenek. Az összefogás az államadósság ellen alap a törvényben meghatározott közintézményekkel esik azonos elbírálás alá, tehát az úgynevezett első civil 1% terhére lehet rendelkezni, valamint a kedvezményezetté váláshoz nem szükséges a nyilvántartásba vételtől számított 2 év. A törvényjavaslat a nyugdíjreform és államadósság csökkentő alap lehetséges bevételeként határozza meg az összefogás az államadósság ellen alapból átutalt, valamint a megszűnése esetén átkerülő vagyonból származó bevételeket, amelyet kizárólag az államadósság csökkentésére lehet fordítani. A kormányzati ellenőrzési hivatal feladatköre kiegészül az alapra vonatkozó ellenőrzéssel is, amely egyúttal lehetővé teszi a törvény által védett titokfajtáknak a kormányzati hivatal általi megismerhetőségét az alap vonatkozásában is. Tisztelt Országgyűlés! Még ha tudjuk, hogy ez az alap, ez a civil kezdeményezés nem is oldja meg egymagában a magyar államadósság problémáját, mégis egy olyan civil kezdeményezésről van szó, amelyet azt gondolom, hogy közösen minden erőnkkel, így jelen pillanatban a törvény keretének megteremtésével támogatnunk kell. Kérem ezért tisztelt képviselő társaimat, hogy az összefogás az államadósság ellen alapra történő befizetéshez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításról szóló javaslatot támogatni szíveskedjenek, és végezetül annyit, hogy itt köszönném meg azoknak a civil kezdeményezőknek, akik egyáltalán ennek az alapnak az ötletét felvetették, és befizetéseikkel kívánják támogatni a magyar államadósságot és a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémáját. Köszönet számukra erről a helyről is, és köszönöm figyelmüket is. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most az Alkotmányügyi Bizottsági Álláspont és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Babák Mihály képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A kormány benyújtotta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterről a T2940-es számú törvényjavaslatot, mely összefogás az államadósság ellen alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról. A számvevőszéki költségvetés és pénzügyi bizottsága tegnapi napon megtárgyalta a törvényjavaslatot, és a többségi vélemény kapcsán kicsúcsosodott, hogy az államadósság csökkentésnek egy jelentős, egy önkéntes formájára kaptunk lehetőséget, civil kezdeményezés, amely így nagy értékű, és ezt a civil kezdeményezést, a befizetést be kell csatornázni az államháztartásba, és ösztönözni kívánja a kormány az önkéntes adakozást, a személyi jövedelemadó és egyéb adókkal megszerzett jövedelmek után azzal, hogy támogatja a befizetéseket és kedvezményeket nyújt, tehát ösztönözi kívánja a kormány. Úgy gondolom, hogy helyes. Elhangzott a bizottságról és annyira a kérdés is, hogy mi a legnagyobb ellensége a Magyarországnak? Hát többről lehetne beszélni, de egy biztos, hogy az államadósság, amely felőri lassan, és ennek a terhe és a kamatterre felőrzsi a lehetőségeinket, és korlátozza a jövőnket, a fejlődésünket, a megélhetésünket, úgyhogy egyike a legfontosabb gondoknak az államadóság, és ezzel kapcsolatos kamatterhek, a hitelnek az ára. Tukacs képviselő úr meg is kérdezte ezeket a dolgokat, hogy most ellenségkép. Hát nekünk nem az a problémánk, hogy ellenségképeket vázoljunk föl, hanem az a dolgunk, hogy megoldásokat keressünk azokra a problémákra, mert tudják, az előző napján is elhangzott, hogy hatalom és kormány. Tudják, én személy szerint is vallom, és bízom benne a kormány minden tagja, Henry Ford mondása, amely arról szól, hogy a kormány
a nép szolgája, és sosem legyen más, mint a nép szolgája. Ez a törvényjavaslat is eklatáns példája annak, hogy egy civil kezdeményezés támogat, ezt ösztönzi és kedvezményt biztosít hozzá. Úgy gondolom, hogy azt a kérdést kellett volna felvetni volt kormánypárti képviselőtársainak, és ez elhangzott a vitában is, hogy miért került ilyen helyzetbe az ország, hol az a rengeteg pénz, amellyel kapcsolatos államadóságot még civil kezdeményezéssel is csökkenteni kíván a lakosság. Dicséretes módon, aki megteheti, felajánlja segítő kezét, a tényleges összefogást. És akkor, tisztelt képviselőtársaim, ha ilyen felajánlást kap egy ország, egy kormány, egy parlament, én úgy gondolom, hogy tényleg nemzeti együttműködés kormánya, és ez a parlament pedig köteles ezt a segítőkezet megfogni és megköszönni. Az a kérdés is felvetődött, hogy mi a hatástanulmánya. Nos, rém egyszerű, és ehhez különösebb diploma sem kell, és különösebb számítás és kalkuláció sem, hisz ha valaki leadozott jövedelmből 100 000 forintot befizet, és visszakapja a személyi jövedelemadóját, ez 16%. Ha még vannak egyéb terhek, ez körülbelül 20 000 forint, amelyel ösztönözni kívánja a kormány, így tehát az államadóság csökkentésében játszott szerepe, mint egy 80 000 forint, egy 100 000 forintos befizetés esetében. És akkor az a kérdés is fölmerül, mert ugye kalmárkodás volt a korábbi kormány oldalról, hogy mikor térül meg ez adókedvezmény. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, 3 év alatt megtérül, de hogyha azt számítom, hogy 10 év múlva sem tudjuk az államadóságot csökkenteni, akkor vegyük a piaci kamatokat és szorozzuk be 10-zel, úgyhogy megduplázódhat az államadóság. Tehát aki felajánl önkéntesen, az nagy dolgot tesz, mert nem gyarapítja tovább, inkább csökkenti az államadóságot, és erre ösztönzésképpen 3 évi hozadékát, mert a hitel kamatokat visszaadja a személyi jövedelemadó vonatkozásában és egyéb más vállalkozások tekintetében is. Úgy gondoljuk, hogy fontos dolgról van szó, az ösztönzés az adóalapcsökkentés, és az is nagyon korrekt, ha valaki nem tudja az adott gazdaság évben perfektuálni az adó kedvezményét, akkor a következő évre átviheti. Milyen tisztelt hölgyeim és fantasztikus dolgról van szó, önkéntes felajánlásról, nagyon hálások vagyunk érte, és úgy gondolom a kormánynak tennie kell a dolgát, a nyújtott kezet el kell fogadnia, és ösztönözni is kell a további áldozatvállalást mindazoknak, akik megtehetik, és módjuk van abban, hogy megtegyék ezt. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, a számvőszék és költségvetési pénzügyi bizottság általános vitára 16 igennel és 6 nemmel általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Nyikos László képviselő úrnak, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Bizottsági elnök úr, lenni a szó. Köszönöm elnök úr a szót. Babák képviselőtársam korrekt módon ismertette a bizottságban elhangzott többségi álláspontnak a lényegét. Én a kisebbség álláspontját szeretném összefoglalni, röviden ismertetni. A jelenlevő mindhárom ellenzéki párt képviselője nem támogatta, ahogy itt elhangzott, a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételét, illetve napirendre vételét. Miközben mindannyian hangsúlyoztuk azt, hogy nagy tisztelettel vagyunk Rédli Elemér katolikus plébános úr kezdeményezése iránt, és nincs okunk, jogunk kétségbe vonni ennek az őszintességét, a hazafias buzgalmat, ami mögötte meghúzódik. Mindazonáltal látnunk kell, hogy ezt a civil kezdeményezést nagyon szerencsétlen módon próbálta felkarolni a kormány, jobb lett volna, meghagyta volna a civil szférának ezt a kezdeményezést, annál is inkább, mert mint itt szintén elhangzott már az államtitkár úr szájából, ugye ez a kezdeményezés ez nem oldja meg ezt a hatalmas adósság problémát, ezt a kanonok úr is nagyon jól tudja és látja. Ezért kellett volna meghagyni a civil szférának, sokkal nagyobb hitele lenne ennek a kezdeményezésnek akkor, hogyha egy alapítvány létesült volna, és ennek az alapítványnak a létesítésében segített volna a kormány, és nem lenyúlja magának ezt a kezdeményezést, és alkot róla egy kormányrendeletet, és most itt egy törvényjavaslatot, amiben egy közadakozásra szólítja fel a tehetősebb és a jobbmódú embereket. Tehát ez a civil szféra terepén kellett volna, hogy maradjon, és nem kellett volna ezt úgymond a kormánynak magához ragadni.
A másik megjegyzés ugye az, hogy annál inkább, mert ez elhangzott ez a kifejezés, én magam is gondoltam erre, bár nem én használtam, hogy ez a rossz emlékű békekölcsönre emlékeztet Babák képviselőtársam, az 50-es éveknek, mi még talán emlékszünk rá valamelyest, hogy a vas és acél országát építettük akkor, és nem az adósság problémát próbáltuk megoldani. A hazajavára, a magad hasznára, jegyez békekölcsönt, ez volt a szlogen. Tehát ez egy kicsit erre enged minket asszociálni egy ilyen kormány kezdeményezésre, és ez egyfajta erkölcsi presszió, politikai presszió mindazok számára, akik úgymond tehetősebbek, és megengedhetnék maguknak, hogy ehhez hozzájáruljanak. Mi magunk itt mindannyian ilyen helyzetben vagyunk, nem lepődnénk meg akkor, hogyha ebből a házból a túloldalról majd elhangoznék hamarosan egy ilyen hazafias felajánlás, ami úgy szólna, hogy mi megtehetjük, mint tehetősebb magyar állampolgárok, hogy járuljunk mi is hozzá magunk lehetősége szerint ehhez az alapítványhoz. Erkölcsi és politikai nyomásnak lesznek kitéve az adófizetők, a kisvállalkozók és mindenki, aki úgy gondolja, hogy ilyen módon kell az adósság problémát részben megoldani, mert ugye nem ezzel kell megoldani. Szakmai problémák is felmerültek, ugye arról szó se volt sem itt, sem a bizottsági ülésen, hogy az adókedvezményekkel adóbevételek csökkenni fognak. Tehát az érem másik oldaláról nem beszélt senki sem, hogy az adóalap csökkenés együtt jár az adóbevételeknek a csökkenésével, következésképpen a hiány növelésével, ami generál egyfajta további hitelbevonást a hiány finanszírozására, tehát egy ilyen öngerjesztő folyamatot indíthat el. És végül, de nem utolsó sorban, teljesen megoldatlan ennek az alapnak a pénzügyi ellenőrzése. Ezt a kormány a saját belső ellenőrző szervének a hatáskörébe akarja adni, ami nem egy független szervezet. Kérem, itt közpénzekről lesz szó, amennyiben adókedvezményekből is lehet az alapba befizetni, az közpénzé válik. A közpénzek független ellenőrzésére van egy intézmény, állami számvevőszéknek hívják, ráadásul ennek az intézménynek a hatóköre kiterjed az adótitok, banktitok, államtitoknak a megismerésére is, szemben a kormányzati ellenőrzési hivatallal, amelyiknek ilyen jogosítványa nincs. Most akarja felruházni a kormány a saját belső ellenőrző szervét azzal, hogy adótitkot, államtitkot, banktitkot ismerjen meg. Ez egy abszurd helyzet, kérem szépen. Ilyen javaslatot tenni, őszintén szólva, szakmai szempontból nézve komolytalan. Ezért aztán az ellenzéki pártok, mint mondtam, elnök úr, nem támogatják a törvényjavaslatnak a napi rendrevételét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, egy kis figyelmet kérek a díszpáholyra. Vendégeink érkeztek, német barátaink. Tisztelettel köszöntöm a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Bundestag magyar baráti csoportját, Jens Ackermann elnök úr vezetésével, akik jelenlétükkel megtisztelik ülésünket további tárgyalásaikhoz. Sok sikert és kellemes magyarországi tartózkodást kívánunk. Most pedig az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Szijjártó Péter képviselő úrnak, Fidesz. 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, az államadósság elleni küzdelem a magyar kormány gazdaságpolitikájának egyik fókusza a munkanélküliség elleni küzdelem mellett, hiszen az az ország, amelyet eladósítottak, az bizony kiszolgáltatott, és az az ország, amelyet eladósítottak, nem tud gazdasági növekedést produkálni, és az az ország, amelyet eladósítottak, nem tudja visszaszerezni a közép-európai régió első szerepét. Éppen ezért az államadósságot minél előbb és minél nagyobb mértékben kell csökkenteni. Ezért is tűzte ki a kormány célként a Szél-Kálmán tervben, hogy ennek a ciklusnak a végére 2014-ig már jelentősen csökkenti az államadósság mértékét. Annak az államadósságnak a mértékét, amely 2002-ben a polgári kormány időszakának végeztével 53%-a volt a bruttó hazai terméknek, 53%-a. Ezt a 8 éves szocialista kormányzásnak sikerült 82%-ra növelni,
tehát gyakorlatilag meg 2,5-szerezték a magyar államadósság mértékét, 8000 milliárd forintról 20000 milliárd forintra növelték a rossz, elhibázott és sokszor rossz szándékú gazdaságpolitikai döntésekkel. 82%-os államadósság mellett nyilvánvalóan jó gazdasági teljesítményt nem lehet nyújtani, széles gazdasági mozgástérről nem lehet beszélni, éppen ezért mindent meg kell tenni az államadósság csökkentése érdekében. Azzal persze mindenki tisztában van, hogy egy ilyen civil kezdeményezés talán nem fogja milliárdokkal, pláne 100 vagy 1000 milliárdokkal csökkenteni az államadósság mértékét. Ugyanakkor a jelentősége egy ilyen civil kezdeményezésnek mégiscsak óriási. Mert ez azt jelenti, hogy az emberek szeretnének osztozni abban a munkában, abban a nehéz munkában és nagy kihívásban, amelynek a kormány próbál megfelelni. Az államadósság csökkentése tehát, tisztelt képviselőtársaim, nemzeti ügy, és ezt bizonyítja Rédli Elemér plébános úr, mert hogy említsük meg a nevét, mindenképpen megérdemli, szóval ez bizonyítja Rédli Elemér plébános úr kezdeményezése. És ez a kezdeményezés, illetve a kezdeményezés kormányzati fogadtatása mutatja talán a legjobban a különbséget az elmúlt 8 év kormányzati gyakorlata és a mostani kormányzati gyakorlat között. Az emberek feje fölött való kormányzás kudarcot vallott az elmúlt 8 esztendőben, ezért ezen a területen is változtatni kellett, változtatni kell az emberekkel együtt, az emberek véleményét kikérve és az emberek véleményére odafigyelve kell kormányozni. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne részt vállalni az államadósság csökkentése érdekében végzett kemény munkában, és erre civil kezdeményezést tesz, majd utána megkeresi a kormányt, és segítséget kér ehhez a kezdeményezéshez, akkor én azt gondolom, hogy a kormánynak kutya kötelessége segíteni, és megtenni minden olyan lépést, amellyel a legnagyobb tiszteletünket fejezzük ki azon emberek, vállalatok, intézmények és szervezetek előtt, akik a saját munkájuk gyümölcséből, illetve a saját forrásaikból hajlandóak az államadósság csökkentésére áldozni. Éppen ezért helyesnek tartjuk a kormány azon előterjesztését, amely úgy szól, hogy adókedvezménnyel, adó alap csökkentéssel kívánja honorálni, illetve a tiszteletét kifejezni azon emberek előtt, akik úgy gondolják az államadósság csökkentésében saját forrásaikkal és saját munkájuk gyümölcsével is részt kívánnak venni. Helyesnek tartjuk azt, hogy a személyi jövedelemadó alapját csökkentheti az az adományozó, aki úgy dönt, hogy az összefogás az államadósság ellen alapba fizet be. Helyesnek tartjuk azt is, hogy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás esetében, a társasági adó esetében és az egyszerűsített vállalkozói adó esetében is lehet csökkenteni az adó alapot a befizetett összeggel, mint hogy azt is helyesnek gondoljuk, hogy a személyi jövedelemadó, úgynevezett civil 1%-át a felajánlók ezen a módon is megtehetik. Azonban mind a tegnapi napig azt gondoltuk, hogy egy ilyen kezdeményezés valóban alkalmas arra, hogy a parlamenti patkó valamennyi pártja egyetértsen abban, hogy egy ilyen kezdeményezést fel kell karolni. Kicsit megdöbbentő volt ehhez képest a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság tegnapi ülése, amikor ellenzéki képviselők a kormányzati javaslat ellen érveltek. Lehet más a politika képviselője, egészen odáig ment, hogy meglehetősen cinikusan és sértő módon beszélt erről a civil kezdeményezésről. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy dönt, hogy a saját forrásaiból, saját munkája gyümölcséből pénzt ad az államadósság csökkentésére, akkor az ilyen emberről csak a legnagyobb tisztelet hangján illik és szabad beszélni. Csalódtunk persze amiatt is, hogy a másik két ellenzéki párt sem támogatja ezt a javaslatot. Az MSZP esetében talán leginkább azért, mert az elmúlt 8 év teljesítménye után szerintem minden egyes államadósság csökkentő lépést, illetve erre való ösztönzést támogatni kellene. Nagyon reméljük, hogy a Jobbik képviselő is majd itt a vita folyamán, illetve a szavazásnál támogatják ezt a javaslatot, hiszen ők is biztosak lehetnek abban, hiszen a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság elnökét ez a frakció adja, hogy az államadósság csökkentése ma az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai cél. Tisztelt elnök úr, fontosnak tartom, hogy még egyszer hangozzon itt el a parlament plenáris ülésén,
hogy mindannyian köszönettel tartozunk Rédli Elemér plébános úrnak, mindannyian köszönettel tartozunk azoknak a személyeknek, szervezeteknek és vállalatoknak, akik már eddig jelezték,